Galántai az mindig egy két szempontból volt egy nagyon furcsa intézmény, mert intézmény volt egész életében, tehát nem tudom, hogy valaha volt-e nem intézmény, talán gyermeknek még nem volt intézményesülve, hogy az egyik, hogy pontosan olyan fegyelmezett volt, és mint amilyen nyitott. És ezt nagyon ritkán lehet látni. Tehát láttam már embereket, mint például mondjuk, nem tudom, mindegy, akik nagyon fegyelmezettek voltak, de nagyon kevéssé voltak nyitottak az új médiumokra, az új helyzetekre, a konkrétumokra, az új technikákra, a technikából következő kulturális kihívásokra. Láttam embereket, akik nagyon nyitottak voltak, de nem voltak képesek az életet, és ő meg pontosan mind a kettőt egyszer csinálta. Tehát azt, hogy valaki egy kulturális kihívást két és fél perc alatt megértsen, és egyben egyébként rendezett viszonyatot, ez példátlanul nagy dolgok tartom. Hát a 70. év az ő esetében az azért egy érdekes probléma, mert most kezdődik az élete. Tehát, hogy ami mostanáig volt, az csak egy egyszerű kis apróság. És ez nem kedvességből, meg ilyen öreg uras uszodai öblögetésből mondom, hanem azért, mert és ezt nagyon-nagyon komolyan mondom, és több szempontból több kollégának meg súlyos intelem, hogy minthogy a rendszerváltás után 20 évvel a magyar neoavangard történeteit még mindig nem sikerült feldolgozni, nem hogy feldolgozni, de még a koncepcióját sem meglátni. Ezért a Galántainak az a szomorú, hogy meg kell írni az emlékiratait. Amit abban a formában kell megírnia, vagy neki kell megírnia. Mert ha ő ezt nem írja meg, és ezek nem vicces emlékiratok kell legyenek, hanem mert ugye egy egyszemélyes intézmény volt, ez egy intézmény történet kell, hogy legyen, és tulajdonképpen a Galántai kezében van ma már, de nem elég az, hogy az átpulban mit őriz, hanem meg kell tudni írni a magyar neoavangard infrastruktúrájának a történetét, amit egyébként, és ezt hozzáteszem, egy nagyszerű művész, aki ő példátlan alázottan háttérbe szorította hosszú évekre a saját művészetét, illetve szerintem nem ez történt, mert valójában egy művészet, amit ő csinál, ez a másik oldalon. Maradjunk abban, hogy egy hagyományos, a műtárgy fogalmában leírt esztétika értelmében, ő nem nehezenben kezelhető, amit csinál. Egyébként szerintem a műtárgy szemléleten túlmenő, tehát mondjuk a GEL felnézett egy inátlan kedveltet, az Art and Design felnézett esztétikában, ő egy abszolút esztétikai koherenséget művet hagy maga után, és ezt kéne folytatni. Ezt tudom, hogy kedves Gyuri, jó munkát!